Erősen felhős lesz az éjszaka, de enyhe reggelre ébredhetünk. Szombaton a változóan felhős napos időben több helyen alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. A nyugati, északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk erős lökések. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakulhat. Zalában esős, szeles napot ígérnek az előrejelzések, a legenyhébb órákban 19 fokot mérhetünk. Vasárnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé fordulhat elő eső, zápor. Az északi, északnyugati szelet élénk erős, délutántól a Dunántúlon és északkeleten néhol viharos lökések kísérhetik. Napközben 11-18 fokot mutathatnak a hőmérők. Hétfőn sokfelé lesz erős, viharos az északias szél. Több napsütés várható, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak egy-egy helyen alakulhat ki jelentéktelen futózápor, hózápor. Jelentősen visszaesik a hőmérséklet, reggel helyenként fagyhat is, délután pedig csak 5-11 fokot mérhetünk. Kedden is szeles időben lesz részünk, említésre méltó csapadék nem valószínű. Hajnalban sokfelé fagyhat, napközben pedig 5-10 fok valószínű.